A nevem Michelle Darnell, és én vagyok a leggazdagabb nő egész Amerikában. Milyen gazdag vagyok? Egy aranyfőnixen akartam alászállni, és ott a főnix! Én viszem a céget egyedülálló anyaként. Több pénzt érdemelnék. Van gyereked? Igen. Közösülésből? Igen. Mert elég aszexuális a kisugárzásod. Én sosem képzeltem el nemi szervekkel. Letartóztatom bennfentes kereskedését. Michelle, ne tiltakozz! Ezt te durva! Csődbe ment. Zárolták az összes számláját. Claire, szerez másik ügyvédet. De nincs rá pénze vörös IQ-bájnak. 6 hónappal később. Anya, ha nincs hová mennie, itt kéne maradnia. Ha minden itt, egy ágy a kanapéban. Hiszt is természetű. Há, nem vészes. Azt hiszem eltört a medencém. Michelle, kelj fel a kanapéról, vidd el Rachelt a cserkészgyűlésre. A csapatunk 189 000 dollárt gyűjtött. Azt a durva. Elítélt bűnözők, ne vegyenek részt a gyűlésünkön. Hogyha nem szállsz le rólam egy doboz, csoki nyuszit nyomok fel a szükségedbe. Hamarosan. Mi ez az egész? Így térek vissza. Alapítunk egy brownie birodalmat, és megtanítjuk a lányokat üzletelni. Kell egy jó csajcsapat. Menj, és adj az agresszív csajoknak. Kicsit félek. Csak beütött a kávé. Ó, várj csak. Ó, összecseréltem. Az enyémben volt egy korty viszki. Oké, Krisztel, mit mondunk, ha valaki nem akar venni? Vegyél sütit, vagy kinyírlak. Ne mondd ezt, Krisztel. Mondd csak, tökéletes. Melissa McCarthy. Hé, itt a pingpong csapat árul, Ribbons. Az a süti megégett. A főnök. A pulcsid azt mondja, feladtam. Elbizonytalanít, az pont a randim előtt. Ne! Ha hallanád ezeket a szomorú spánieleket, azt mondanák, Claire, húzd fel minket a csípőt. Nem beszél így a cicim. Nehogy becsípj a slitzeddel. Hadd nézem csak. Claire, tiszta Geppetto. Hamarosan a mozikban.